A Topolyai Művésztelep kiállításán több mint 15 művész, összesen 28 pasztel festményét tekinteti meg a közönség. Kimondottan most azokat a művészeket hívtuk, akik egy technikával, zömével egyben dolgoznak, nem az, hogy mással nem, kimondottan pasztelfestőknek nevezik magukat. Tehát ezek azok, amelyek most részt vesznek ezen a kiállításon, tehát technikailag egyforma, tematikailag nem mondhatnám, hogy mennyire különböző, mert tematikailag nincsen meghatározva egy téma, hogy most csak ezzel foglalkozunk, ugye, és tehát ezért ilyen változatosabb témában a kiállítás. A művésztelep, amely 58 éve alakult meg, az eredményes pályázásnak köszönhetően 1996 után újra reprezentatív katalógust adott ki. Ebben a katalógusban, amelyen rendelkezünk, ez már egy színes katalógus, amelyik a technikai méretek, a címek benne vannak, festőnek az életrajza, hol végezte, hol tartsa magát, mit tudom én, legfontosabbnak a kiállításokon, közös és egyéni kiállításain, tehát minden adatot megtalálunk egy ilyen szűk formában a festőről, ugyanakkor egy szép előszó is van hozzá. A Topolyai Művésztelep kiállítása szeptember végéig látogatható a helyi múzeumban található Art Gallery képtárban.